Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Már többször beszéltünk az erkölcstan és a hittan kötelező bevezetéséről az általános iskolában. Most egy kicsit más szempontból beszélünk arról, hogy a szülők mit szeretnének, legalábbis a Magyarországi Szülők Egyesülete milyen ajánlást fogalmazott meg, hogy kik és hogyan, miként taníthatnák az erkölcstant, a hittant. Az erkölcstanra vonatkozó passzust én most felolvasom Önöknek, mert rövidítve hallhatták eddig a hírekben, nem hosszú, és erről fogunk beszélgetni. Tehát a Magyarországi Szülők Egyesületének javaslata: erkölcstan tantárgy oktatására csak magas hivatástudattal rendelkező, fedhetetlen életmódot folytató pedagógusokat lehet alkalmazni. Olyanokat, akik példás családi életet élnek, például nem lehetnek elvált személyek, nem élhetnek élettársi kapcsolatban, és legalább egy házasságban született gyermeket nevelnek, vagy örökbe fogadtak. Az erkölcstan tantárgyat tanító pedagógus csak az lehet, akinek nincsenek káros szenvedélyei, nem dohányzik, nem alkoholizál, aki mentes a szexuális aberrációtól, otthonukban sem néznek szexfilmeket. Az általános iskolákban erkölcstan tantárgyat oktató pedagógus életviteléről alapos környezettanulmányt kell készíteni. Az Egyesület elnöke Keszei Sándor a vendégem. Jó estét kívánok! Kezdj csak! Nagy port kavart fel az ajánlásuk a mai napon, az egészen biztos. Hogyan derülhet ki egy pedagógusról az önök ajánlása és véleménye szerint, hogy valóban fedhetetlen, és mondjuk ezeknek a paramétereknek megfelel? Ezt a meghatározást tulajdonképpen a családok támogatása vagy családvédelmi törvényről vettünk. Egyértelműen meghatározza, hogy a család csak az, ahol egy férfi és egy nő házasságába született gyerek van. És közben ez nem igaz, ugye, mert van legalább 20 féle családmodell, a mozaik családtól az egyedülnevelőktől. Akkor most ezzel a családvédelmi törvényt akarták kritizálni? Hát egy kicsit azt is, és azt is, hogy nagy baj van. Az új közoktatási törvény végrehajtása, a pedagógus életpálya, ami szintén érinti a szülőket, ugye, hogy magasan fizetett pedagógusok tanítsák a gyerekeinket, ne fáradtak, és ugyanilyen baj van a tankönyvellátással is, akkor baj van a mindennapos testnevelésre, sorozhatnánk. Az erkölcsösség hogy derül ki egy pedagógusról, hogy derül ki, hogy ezeknek a feltételeknek megfelel? Tehát mi tettünk egy ajánlást a minisztérium, vizsgálja meg és döntsön. Tesztel, hát például, ha mondhatok például, akkor a tesztel, de itt van a tanfelügyelet kérdése, arra a pedagógiai módszertani vizsgálat, és még sok mást vizsgál a tanfelügyelet, ez már kész van, ez a jogszabály, majdnem teljesen, és ezek szerepelnek. Ugye mi azt nem mondjuk, hogy minden pedagógus tulajdonképpen alkalmassági vizsgálat, ezt nem mi mondtuk, a kereszténydemokrata párt, amikor hatalomra került, ugye ez benne volt a programjában, a pedagógus alkalmassági vizsgálat is benne volt. Még egy fontos dolog, a pedagógusok etikai kódexe. Nem találjuk. Jó, de ez most a... Ez oda vonatkozik. Értem. Teszt. Tehát egy írásos tesztet kellene kitöltenie annak a pedagógusnak, aki erkölcstant taníthatna a jövőben. Igen, illetve egy kérdőívet kap, amit kitölti, ezt alkalmazzák rendőrségnél, munkahelyeknél, ahol most... azt mondja, hogy kérem szépen, ez van. És most jön a lényeg, de tessék kérdezni. Hogyha most jön a lényeg, akkor semmiképpen nem akarok közbevágni. Ez igazán a pedagógusokat védi. Ez? Hát bezony. Hát hogyha van egy ilyen vizsgálat, és ő fedhetetlen, akkor a szülők nem tudják megtámadni. Tehát a támadástól védjük meg. Azt kamuzok egy ilyen kérdőjében, amit akarok. Most, az nem baj, de utána kiderül, hogyha nem igaz. Hogy terül ki? Most az ön orra elé, mondjuk én, mivel önök javasolták, azt gondolom, hogy akkor én ezt ugyanúgy megteltem az ön irányába. Igen. Mondjuk hoztam volna be egy kérdőívet, de most csak így verbálisan. Oda teszek egy papírt, szimbolikusan, és azt kérdezem, hogy kedves Keszei úr, ön nézett már életében szexfilmet? Ezt mindjárt ki is jelentem, jó, hogy én ennek a paramétereknek nem felelnék meg. Tehát nézett már szexfilmet. Hát, még lehet, hogy ott még több paramétert ugye megsértettem, te ne találtam, de legalábbis házasság előtt biztos, de én nem is akarok erkölcstan tanár lenni. Három gyermeke van, jól emlékszem? Igen. Erkölcsösen neveli őket? Hogyne, hát... Pedig elvált. Nem vagyok elvált, de egy házasságba élek, de voltak nyilván házasság előtt, hát például... Nem elvált? Nem, Isten őriz, rendesen házasságba élek, és nevelem a gyerekeket, mindegyik egyetemet végzett, és próbálom olyan szinten tartani őket. Tehát a feleségével kellene. Együtt nevelték a három közös gyereket. Igen. Vagy azért... kettőt, most az mindegy. Kettőt vagy hármat, nem mindegy. Hát mindegy, de hát lehet, hogy másik házasságból van. Ja, de van egy másik házasságból. Volt, igen.
egy harmadik gyerek. Hát akkor valaki elvált a családból. Tehát nem felelek meg az erkölcstan tanári pozícióra. De látja, ön is erkölcsösen nevelte azt a kettő vagy három gyereket, pedig elvált, vagy volt más házassága, vagy élettársi kapcsolata, amelyből született gyerek. Ettől ön erkölcstanál ember lett? Nem. Nem. Akkor ezek a feltételek... Az ott szülői panaszokon alapszik. Hát de ön meg a Magyarországi Szülők Egyesületének a vezetője. Hát, hogy a szülői panasz érkezik, akkor az az egyesület javaslataként egyből meg lesz szövegezve. Nem egyből, ez 10 éves tapasztalat alapján, és a médiumokból, televíziókból, rádiókból, sajtókból általában behívnak egy-egy ilyen nagy eseménynél. Például akkor is be voltam hívva az egyik tévénél, mikor arra panaszodtak a szülők, hogy az egyik pedagógus X városba délután másodállásba striptisztáncos nő. Na most ezzel nincs semmi baj, joga van, de hát akkor ne akarjon erkölcstan tanár legyen. Na de honnan tanítson tudjuk... matematikát. Miért? De hát, hogy aki striptisztáncos nő, az miért tanítson matematikát? Hát akkor, hát hogyha az van, azt írjuk, ugye, hogy alkoholizáló. A pedagógus, mint olyan, tanítson matematikát, testnevelést, teljesen mindegy, milyen tantárgyat, az az én gyerekemnek egy példakép. Lenne, ha például az nem alkoholizálna. Na de azt nem mondhatja, hogy mondjuk minden második pedagógus hát striptisztáncos. Hát Isten őriz, hogy ezt merjen mondani. Hát épp hát ezért nem értjük a felháborodást. Hát azért, mert... hogy volt egy ilyen eset, de legyen 5. Igen. De semmiképpen nem 10 000 vagy 30 000. Hát akkor most miért vesszük bele egy hivatalos, egy egyesületnek egy hivatalos ajánlásába ezeket a kitételeket? Mert hallottak már olyanról, hogy volt egy. Én már hallottam rossz egyesületi elnökről, de mégsem mondok olyat, hogy minden egyesületi elnök az egy gazember lenne. Hát ugyanígy megbélyegezhetnék önt is, hogyha már lett volna valamikor egy rossz egyesületi elnök. Ez így hülyeség? Hát lehet, hogy így hülyeség, de én azt mondom, hogy egy gyerek is számít. És ha egy gyereket megsértek, vagy rosszul kezelek egy erkölcstan órán, rossz irányba viszem, egy olyan pedagógussal, most majd bemaradjunk az alkoholizálásnál, iskolaigazgató barátaim vagy kollégáim vannak, akik azt mondják, hogy nem tudják eltávolítani a pályáról, se bírósági úton, sehol. Hát miért nem lehet ezt előtte hát ez egy alkalmassági külön, vizsgálatnak? Hát ez egy külön probléma az, nem. Aki alkoholista, aki alkoholos befolyásoltság alatt megy be a munkahelyére, nevezetesen az iskolába, akkor az ember az nem csak etikát, vagy erkölcsöt, vagy hittant, vagy nem tudom mit nem taníthat, az semmit nem taníthat, mert nem alkalmas rá. Ő egy beteg ember, őt meg kell gyógyítani, neki segíteni kell. De ez egy teljesen más külön kérdés. Most arról beszélünk, hogy a jelenlegi pedagógus állományból, a pedagógusok táborából ki az, aki erkölcstant taníthat. Önök paramétereket fogalmaztak meg. Például ne nézzen az otthonában szexfilmet. Ezt ki fogja ellenőrizni? Ott bujkál az ablak alatt majd Hoffmann Rózsa, hogy ki néz szexfilmet? Vagy hogy? Nem, de hát ezt mondja ki az illető pedagógus, hogy ő nem néz szexfilmet. Hát ilyen hülyeséget mondjon ki. Mi nézzen? És utána azt mondjuk magán a gyerekek... Magánügy! Igen, és a gyerekeket megtiltjuk, ne nézzen televíziót, ne nézze ezt a miért műsort, ne nézze... Miért tiltanánk meg a gyerekeknek, hát, hogy ne tiltson sajtóba, televíziót? Éjjel-nappal. Erről megy a sajtóba, hogy a gyerekek sokat ülnek. Ne, bocsánat, televíziót mondtam, ne üljön a számítógépen. És ne, Isten ne őriz, nézzen, üljön a számítógépen. És ne nézzen olyan tartalmakat, ami az ő életkorához nem való. Na de ezt, hogyha az erkölcstanár soha nem látott még szexfilmet, attól gondolja, hogy a gyerekek nem fognak majd számítógép előtt ülni hosszú órákon keresztül? Azt lehet mondani, hogy példamutató legyen az iskola. Példamutató legyen a pedagógus. Ez az alapja. Hát akkor mutasson példát. A szexfilmmel mi a példamutatás? Hogy otthon valaki szexfilmet nézi? És másnap azt mondja a gyerekeknek, teszem azt a nagyobbaknak, hogy láttam egy jó filmet. Miért mondaná azt? Az magánügy. Mi eltitkolja? Magánügy. Miért az pedagógus pálya magánügy? A pedagógus hivatás nem magánügy. Hogy a magán, attól még van magánélete. Hát persze, csak ne legyen erkölcstantanár. Hát de az erkölcstantanárnak az lesz a feladata, hogy megjelenik hétfő reggel 8-kor a diákok előtt, és beszámol arról, hogy tegnap este mi történt náluk? Hát nem. Jó, hát ha ezt tetszik mondani, akkor miért beszélünk arról, hogy példamutató, magatartásra tanúsító pedagógusok adjanak példát a gyerekeknek, elsős gyerekeknek, a saját magánéletük meg nem felel meg a magyar jogrendszernek a normájának. Ez jogrendszer, hogy otthon valaki nem nézhet szexfilmet? Én nem ezt mondom, hát az csak az egyik példa. Vagy másodállásban ne vállaljon, teszem azt. Igen, miért dohányozhat? Nem magánügy? De magánügy. Hát azt de az nem magánügy, hogy ő erkölcstanár lesz, az az én gyerekemnek az erkölcstanára
nem prédikáljon akkor, hogyha ő, teszem azt, iszik. Azt de nem erről tudom, van szó. Még azt is el tudom képzelni, hogy van egy dohányzó, esténként szexfilmet néző erkölcs tanár, aki bemegy az órára, és azt mondja, gyerekek, én dohányzom, lehet, hogy már láttatok is engem dohányozni. Borzalmas, mert ez egy szenvedélybetegség. Én erről nem tudok leszokni, valószínű, hogy egyszer veszem. Tehát még így is el lehet mondani a gyerekeknek azt, hogy ez esetben én vagyok a rossz példa, és sokkal nehezebb megszabadulni tőle, és sokkal egyszerűbb lenne nem rászokni, ezt meggátolni, és ezt elérni. Nem gondolja, hogy még így is lehetne? Most nagyon itt megragadtunk, ugye, tehát akkor azt el kell képzelni, hogy nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy ezek, amiket felsoroltam, jogszabályok, nem felelnek meg nem jogszabályokról beszélünk. De nem felelnek meg az európai normáknak, stb. Mi ezt általában jelezzük a minisztérium felé, mert javaslattevő jogkörünk van, és egyszerűen nem tudunk mit csinálni nagyon sok dologgal, tehát kell valami figyelemfelhívás, és keresjük a partnereket, akik azt fogják mondani, hogy valami nagyon nagy baj van, hogyha 15 ezer gyerek nem iratkozott be a 9. évfolyamra Magyarországon. Dehogyis, hát ez az erkölcs. Az, aki élettársi viszonyban él. Igen. Az nem lehet erkölcsös? Dehogy nem lehet. Akkor miért nem taníthat erkölcstant? Hát mert egy ilyen ajánlást tettünk, hogy ne tanítson erkölcstant. Mi az indoka? Hát az, hogy a magyar törvények azt mondják, hogy az az erkölcsös, és ezt tanítja a kerettanterv, van ott, nem mi mondjuk. Igen. Mi azt mondtuk, hogy én se felelek meg ennek. Ezt tanítják. Hát akkor ezt írja elő a törvény, kerettanterv, minden, és utána mi azt mondjuk, hogy jó, de hát tekintsünk el tőle. Hát Istenem, hát természetesen. Nem értem, amit mond. Ezt semmilyen törvény nem írja elő, hogy nem hogy lehet... a házasságban született gyerek az a család? A család fogalmát, a családvédelmi törvény megfogalmazza, hogy mi a családnak a fogalma. Igen, és ő ebben tanítja igazán... a család etikát, tanít a etika órán. De, tehát az, hogy van egy családvédelmi törvényünk, és abban megvan határozva, hogy mi a család fogalma, meg hogy mi szerepel mondjuk az alaptörvényben, ez megint egy másik kérdés. De az, hogy valaki etikát tanítson, ahhoz mi köze van, vagy induljunk inkább a másik oldalról, hogyha valaki élettársi kapcsolatban él, példás családanya vagy családapa, akkor ez miért nem tudna etikát tanítani? Én nem mondjuk, hogy nem tudjak, mit kettünk egy ajánlást. De miért? Nekem én az kis pont vagyok, hogy én valami olyat tegyünk, mert ez volt a szülők véleménye, akiket megkérdeztük, akiket... Milyen szülőkkel beszél ön? Tehát... 3000 olyan szülővel, aki panaszkodik. Aki panaszkodik. Arra, hogy a matek tanárnéninek csak élettársa nem, arra, hogy nem például férje? Ugye ne ragadjunk meg itt, a pedagógus ne szedjen pénzt az iskolába, alaptalanul hatalmas összegeket szednek be minden tanév elején. Ezt évenként a sajtóból is lehet látni, minden ősszel, amikor te iskola kezdés van, síró pedagógusok a telefonba sírnak, hogy borzasztó, hát nem tudok fizetni, még kérnek pénzt. Ez is erkölcs. Síró pedagógusok, bocsánat, síró szülők. Ez meg egy más kérdés, hogy a pedagógus társadalomban milyen kirívó esetek vannak, de önök most egy ajánlást fogalmaztak meg, hogy ki lehet erkölcstanár, és ki nem. Még egyszer kérdezem, aki élettársi viszonyban él, példás családanya, családapa, miért nem taníthat erkölcstant az önök véleménye szerint, vagy a szülők véleménye szerint, mely szülőket most önök képviselik egyesületi Mi szinten? Azt mondjuk, az előbb elmondtam, hogy nehogy a későbbiek folyamán a pedagógust a szülők valamilyen módon megtámadják, ezért olyan etikai vagy olyan vizsgálatnak kell alávetni, alkalmassági vizsgálatnak, ami megfedhetetlen és megtámadhatatlan. Hát én ezt megköszönném, ha engem figyelmeztetnek arra, hogy írjak le mindent, és ne menjek oda, ahol hát kiderülne az, hogy én netalántán ugye vétekezelen a szabály ellen. Tehát ezzel a pedagógusokat akarják megvédeni a támadó jelleggel fellépő szülőktől? Hogy a szülők ugye, inzultálják a pedagógusokat, nyomást gyakorolnak, vannak a pedagógus verések, olykkal ok nélkül, és akkor most beteszünk még egy olyan dolgot, hogy azt mondjuk, hogy hát, és akkor mit akar ez a pedagógus, hogyha én egy példás családi életet élő szülő vagyok, hát ő ilyen meg olyan meg amolyan. Tehát védjék meg olyan, magukat. Tehát, élettársi viszony vagy. Mi van azok, jó, akkor az élettársi viszonyról most itt leakadok. Köszönöm szépen. Házasság, tehát éljenek házasságban, legyen legalább egy gyerekük. Mi van azzal a tanáremberrel vagy tanárasszonnyal, aki házasságban él, ám de nem lehet gyereke? Hát elég mélyen benne vagyunk mi a közoktatásban, a jogalkotási folyamatokban, meg a szülők között, ugye ismerjük az összes rosszat, csak rossz jön, ugye, ismerjük a jókat is. Mi van azzal is. A tanárral, akinek nem lehet gyereke?
nem lehet gyereke, ne tanítson erkölcstant, ott, ahol arról kell beszélni, hogy milyen fontos a gyerek. De nem lehet, mondjuk orvosilag nem lehet gyereke. Ez érdekes különben. A Jóisten ezzel megverte, mert minden embernek az a vágya, és a legfontosabb, hogy legyen saját gyermeke, az a legnagyobb boldogság. És az a legnagyobb istenverése valakinek, ez nem jön össze. És ő ezért ne tanítson etikát, vagy erkölcstant? Minket is meglepett ez a reakció, meg amit Kegyed is reagál. Ha én most írok egy hülyeséget a szervezethez, az beveszik ajánlásba? Hát önök csak megfontolják a szülőknek a panaszait. Hát ezek voltak a panaszok. Hát és ezt megfontolták? Voltak a panaszok, hogy az iskola igazgató az iskolába szexfilmet néz. Hát ez egy panasz. Hát akkor most feltesszük azt a kérdést, hogy ne nézzen. Kész. Ennyi az egész. De gondolja, hogy az általános van Magyarországon, hogy az iskola igazgatók szexfilmet néznek az irodában? Jó. Általános? És akkor, de most miért ragadunk meg ezen az egy problémán? Mert most mondta ezt a példát. Általános ez? Hát ne szedjen pénzt például a pedagógus, miért nem arról beszélünk? Szexfilmet néz az iskolaigazgató, ez általános? Nem általános. Akkor egy ilyen volt? De az se általános, hogy a pedagógus kért 10 000 forintot minden szeptember elsőjén. És minden pedagógus kért 10 000 forintot? És minden iskolaigazgató néz szexfilmet? Na, de akkor miért került állami fenntartásba az iskolák? Azért kerültek, hogy ott betartják a jogszabályokat, a törvényeket. Az milyen jogszabály, hogy szexfilmet szabad vagy nem szabad nézni iskolaidőben? Nem szabad nézni. Volt ilyen iskolaigazgató? Ön azt mondja, elhiszem önnek. Nem találkoztam, mert biztos igazat mond. Kész. Akkor holnap megfogalmaznak egy ajánlást, hogy kikötjük azt, hogy a Magyarországi Szülők Egyesülete azt javasolja, hogy iktassák törvénybe, hogy minden iskola igazgató töltsön ki egy kérdőívet, hogy Isten bizony nem nézek szexfilmet az irodámban tanítási időben. Hát az csak 6 féle tudunk százat mondani, amit le kellene írni. Egy rendőrségi felvétel, vagy én, aki fölveszek, mit tudom, a vállalkozásba alkalmazottakat, nem kérdezem ki az Ez megalázó. A pedagógusokra megalázó, hogy ezzel azt sugallják, hogy a pedagógusok ilyenek, és na legalább azokat, akik majd erkölcstan tanítanak, azokat már szedjük. Igen, bizonyítsuk be, hogy nem olyanok, akik erkölcstan. Miért kéne bebizonyítani? Hát mert eddig nem ez volt. Hát eddig a szülői panasz, akkor miért vettük el az önkormányzatoktól az iskolát? Mert annyi szülői panasz volt, hogy az iskolaigazgatók szexfilmet néznek? Nem, annyi panasz jött az, hogy az normatíva eltűnt kézen. Tehát eltűnt a normatíva, és a szülőkkel kellett 10-20-30 milliárdot befizetni. De azt ugye nem akarja mondani, hogy a pedagógusok eltüntették az állami normatívát? Kitüntette el. Ennek a kijelentésének jogi következménye is lehet. Nem, én azt kérdezem, hogy kitüntette el. Erre szeretném felhívni a figyelmét. Kitüntette el, a fenntartó. Az állami normatívát nem adják oda a tanárnéninek, tanárbácsinak, tanítónéninek és tanárbácsinak. Én nem mondtam a pedagógus, most ne tessék most, hogyha a Kegyed pedagógus. Végzettségemet illetően, okay, igen. Féltem ettől, féltem. Ne féljen tőlem. De félek. Fél tőlem? Uh-huh. Miért? Azért, mert én ugye Kegyed pedagógus nézőpontból nézem, meg szülői nézőpontból. Tudja, milyen szempontból nézem én ezt az egészet? Hogy imádom a gyerekeket. Az nagyon jó. És nagyon fontos nekem, hogy kik tanítják a gyerekeimet. Igen. És nagyon tisztelem másoknak a jogait. Igen. És borzasztóan utálom, amikor a társadalom egy csoportjára bármilyen bélyeget rányomnak. Például, hogy szexfilmet nézegető, irodába pornót néző, normatív támogatást ellopó, vagy bármilyen gyanú árnyékát sem tudom elviselni, és nekem mindegy, hogy pedagógusról van szó, vagy varrónőről van szó. Igen, én meg nem tudom elviselni, hogy 15 000 gyerek nem jár iskolába. Én sem. Nem biztosítottuk neki a hitprogramot, a felnőtt oktatást, kint vannak az utcán, és nekem kell eltartani. Ebben egyezünk, hogy a gyerekekre nagyon-nagyon oda kell figyelni, a leszakadó és hátrányos gyerekekre, igen. Még egyszer visszatérek arra, az, aki családban él, és a Jóisten, nem tudok más mondani, azzal verte meg, hogy nem lehet saját gyereke, akkor ő miért nem taníthat erkölcstant? Ő onnantól alkalmatlan nem az erkölcstant. Nem taníthat erkölcstant. Itt van az ajánlásokban. De nincs jogom. Itt megkérdeztek egy véleményt. A minisztérium kérdezi meg a véleményt. Leírunk egy véleményt. Hát de leírták. Nem azt írtuk le oda, azt írtuk, hogy mi az erkölcstanó óra. Az egy tájékoztató anyag a szülőknek, 30 olyan mondat van benne, amit jó lenne, ha a szülők tudnának, és nem járnának úgy, hogy például ne osztályozzák az erkölcstant. A szülők országos egyesületének a javaslata erkölcstant tantárgy oktatására csak magas hivatástudattal rendelkező fedhetetlen életmódot, így kezdtem a beszélgetést. Igen. Olyanokat, akik példás életet élnek, tehát elvált személyek nem élhetnek élettársi kapcsolatban,
házasságban született gyereket nevelnek, tehát házasságban élnek, és nincs gyerekük, akkor az miért nem? Ezeket a sorokat jó, önök vetették nagyon papírra. Kedves, tehát az, hogy miért nem, mi azt mondjuk, hogy ezt mondtuk, és ezért álljuk a sarat. Hogy mit mondanak? Hát ami oda le van írva, hát mivel de nem tudta megindokolni. Tehát az a nő, akinek nem... A véleményemet, meg a javaslatokat? Igen. Mondjon nem? Egy indokot, hogy az a nő, aki házasságban él, de nem lehet gyereke, az miért lenne rossz erkölcstanár? Fölvetettünk egy problémát, ha azt mondja a közvélemény, vagy azt mondja a minisztérium, hogy ez nem elfogadható. Keszei Sándor mit mond erre? Nem elfogadható. Ön azt mondja, hogy az, aki család házasságban él, nem lehet gyereke. Taníthat erkölcsöt, vagy alkalmatlan az erkölcs tanításra? Ön személy szerint erre mit mond? Hát én az én gyerekemet, arra az, mi az erkölcs tanítás témája, tartalma, vagy a hitoktatás, vagy egyébnek a igen? tartalma, az csak kivételesen kvalifikált szakember tanítja, aki minden gyereke? Téren fedhetett. És akinek lehet gyereke, vagy nem lehet gyereke, az hogy jön ide? Hát nem, honnan jön, neki arra kell megtanítani a gyerekeket, a többi gyereket, példámutatás, hogy neki van két gyereke, de vagy van egy gyereke. De ha nem lehet neki gyereke, akkor ő a társadalomban egy valami alsóbb szinten elhelyezkedő ember, aki még erkölcstant sem taníthat? És nekem nincs pénzem arra, hogy kifizessem a jövedelem nélküli hallgatótnak. Még egyszer kérdezem. Nem. Ugyanaz, de hogy engem megalázó helyzetben vagyok, nem tudom beiratni a gyereket lehet az gyermeke, egyetemre. Az a társadalomban egy valami alacsonyabb szinten elhelyezkedő személy, aki mondjuk még erkölcstant sem taníthat pedagógusként az iskolában? Jó, akkor mondjuk azt, hogy... Igen vagy nem? Mondjuk azt, hogy nagyot hibáztunk, és visszaszívjuk az egészet. Igen vagy nem? Mondom. Az egészet visszaszívjuk, mert valóban hibáztam, most rábizonyított a kegyed is, meg a sajtó, meg akik felhívtak, ugye nagyon sokan mellettünk állnak, de hogy az erkölcstan oktatás ez egy különleges dolog a magyar közoktatásban, egy első éves új generációt most építjük föl, se a rendelet nem jó, se a kerettanterv, semmi nem jó arra, hogy ez hiteles legyen. Ezt az ajánlást a Magyarországi Szülőkországos Egyesülete most ezennel ezt jelentette, hogy visszavonja? Ezennel bejelentem, hogy visszavonom a kegyed módszeres és nagyon jó érvelése alapján. Be kell látnom. Köszönöm szépen, és várom, hogyha lesz új ajánlásuk.